előtt passzolgat egyelőre az MTK, és egy hatalmas gól. Azt a mindenit mekkora gólt rúgott Zabos. Minden előzmény nélkül tovagadták a labdát a vendégek a videózatlan kapuja előtt. Aztán egyszer csak Zabos elé került, aki tolt egyet rajt, és hatalmas gólt zúdított a kapuba. A videóton kapujának bal felső sarkába. Történik minden az 58. perc végén, ezzel vezet a vendégcsapat. Hát ez váratlan fordulat. Jobban játszottak a hazaiak eddig, több helyzetet is kidolgoztak, főleg az első fél időben. És egy ilyen váratlan átlövésből az MTK szerez vezetést. Kócia szerzi Schwarz, Dvéri. Még mindig Dvéri, Szabó Tibor. Ez jó kiugratás, hát ez biztos, hogy nem volt les. Ez biztos, hogy nem volt les, hiszen a védők mögül indult el az elrúgás pillanatában. Hercegfalvi, aki kap egy sárgát is a labda elrúgásért. Sokszor hozzák nehéz helyzetbe negyedbíró Jánost, segítői, hiszen nem először fordult elő, hogy tévesen ítéltek meg egy les helyzetet. Illés sarokkal, Jezdimirovics. És most fordulhat, ha jól látom, Teránszky Tóth. Teránszky Tóth, Péter. Jezdimirovics érte utol. Koller. Rövidei tudta megtartani. Füzi. Rednik elől Tóth Balázs fejeli vissza, Szabó Tibor. Hercegfalvi jól teszi át, Medved, gyönyörű gól, ez igen. Erre mondják jobb helyeken, hogy mestermunka. Gyönyörű akcióból egyenlít a videóton, Medved a gólszerző. Gyakorlatilag azonnal válaszol az MTK góljára a hazai csapat, hiszen 3 perccel az MTK vezető találata után egyenlít Tomás Medved. Jó volt a kiugratás is, és ahogy Hercegfalvi visszatette, Medved elé a labdát, az valami egészen parádés. Megérdemelt egyenlítés a 62. percben. A fél időben még csak helyzetig jutottak a csapatok, főleg a videóton. A második játék részben bő negyed óra alatt már 2 gólt is láthattunk.